Aratják a gabonát nyár végén. Az ilyen szántóföldi mezőgazdasági területből van a legtöbb Magyarországon. Hazánkban mintegy 4,8 millió hektáron termesztenek növényt, ezek közel 80 át szántóföldeken művelik. Többek között ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű mezőgazdasági felméréséből, amelyet 10 évente hajtanak végre. A nyári online és az őszi személyes összeírásra összesen 670 ezer gazdálkodó adott választ a KSH online sajtótájékoztatóján elhangzott. Az egyik legérdemibb változás az volt, hogy 10 év alatt 351 ezerről 234 ezerre esett vissza a gazdaságok száma gazdaságok számának a csökkenése az nem feltétlenül egy negatív tendencia, hiszen már a korábbi időszakban 2010 és 2016 között ugyanez a tendencia volt megfigyelhető az Európai Unió tagállamaiban is, akkor egyébként 15%-kal kevesebb volt a gazdaságoknak a száma. Egyedül két tagállamban, Csehországban és Szlovákiában emelkedett némileg a gazdaságoknak a száma. Ez alatt az idő alatt tehát a, gazdaság számának, a gazdaságok számának a csökkenése az nem nevezhető abszolút negatív tendenciának. Európai szinten egyébként. Nagyjából 10 millió gazdaság összeírására került sor, és ennek az egyharmada egyébként Romániában található, tehát ott nagyon kis gazdaságok vannak. Ugyanakkor nálunk Magyarországon az elmúlt időszakban emelkedett, ahogy el is hangzott már, az átlagos birtokméret, tehát a kisebb gazdaságok fejezték be a tevékenységüket. A csökkenő tendencia elsősorban az állattartással foglalkozó gazdaságokat érintette. 2010-ben még 46% volt az arányok a gazdaságokon belül, 2020-ban már csak 25%, ezzel szemben a főként növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok aránya 41%-ról 67%-ra nőtt. Jelentős mértékben módosult a hazai gazdaságok állatállománya is, mutatta be diagramokkal szemléltetve Patai Ágnes, a hivatal ágazati statisztikai főosztályának vezetője. A 2010-es legutolsó teljes körű összeíráshoz képest azt láthatjuk, hogy szinte minden állatfaj esetében csökkent az állatlétszám, kivéve a szarvasmarha állomány, amelynek a létszáma növekedett. Ez egyébként EU szinten is egy különleges dolognak mondható. Magyarország egy olyan EU tagállam, ahol a szarvasmarha létszám folyamatosan nőtt az elmúlt tíz évben. Ha megnézzük azt, hogy a szarvasmarha tartásban történt a változás, nagyon érdekes, hogy a húshasznú tartás az mennyire előtérbe került 2010 óta a tehén állomány kapcsán a húshasznú állomány 22%-ról 44%-ra növekedett. Míg a tejhasznú tehén állomány ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent 2010 óta. Az osztályvezető negatívumként említette meg, hogy 2010 óta folyamatosan nő a gazdák átlagéletkora. életkora. 2020-ra 65 év alatti gazdálkodók aránya 73-ról 65 ra csökkent. Pozitívum ugyanakkor, hogy a fiatalabb gazdaságirányítók körében már a gazdák fele rendelkezik valamilyen szakirányú képzettséggel. A KSH folytatja az adatok kielemzését, részletes megyei és települési adatokról pedig az év utolsó szakaszában számol be a hivatal.